Értékelték a közösen eltöltött 2023 év eseményeit, és nagy tervekkel állnak a 2024-es év elé. Dombováron nagyon sok civil szervezet működik, és nagy az összefogás. Ezek az ünnepek már hagyományá váltak, erről beszélt Hosszú Sándor Gergely. 2024-es esztendőben harmadik éve szervezi meg az Ózon Asztma civil szervezet Dombováron az új év köszöntő rendezvényét. Kvázi ezzel nyitja meg a dombovári civil társadalom minden évben az új évet, és próbálja ösztönözni, hogy a többi civil szervezetet kezdeményezésekre, valamint minél szélesebb programok lebonyolítására. Ez ismételten egy nagyon jó alkalom városunkban, hogy a civil szervezetek vezetői, egyesületi tagjai találkozzanak. Az idei gálát az Ózon Asztma Egyesület szervezte meg, és vendégül látták a többi szervezet tagjait. Az előkészületekről nyilatkozott Boldogné Petes Janka. Ez a harmadik év, hogy az egyesületünk ezt a programot meghirdette. Elég nagy létszámmal szeretnénk, hogyha részt vennének ezen a programon. Mi nagyon-nagyon lelkesen készültünk, és állítottuk össze ezt a közel egy órás műsort. Műsorral is várták a vendégeket, ahol fellépett Farkas Béla tárogatón, a himnuszt adta elő, Balaskó János részfúvós hangszere játszott, majd a Tolnavár megyei SC Apácai Csere János Technikum és Kollégium diákjai adtak elő egy könnyed, szórakoztató előadást. Az esemény pezsgős kocintással zárult.